Húsvét 5. hete szerda, gondolatok a Veritasra a napi evangéliumból. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én ő benne, az bőtermést hoz. Halljuk a mai evangéliumban Jézustól. Mit jelent Jézusban maradni? Ő tovább folytatja, ha bennem maradtok, és az én igéim bennetek maradnak. Jézus igéje tehát az, ami életet ad nekünk. Olyan ez, mint a vér áramlása testben. Az élet áramlása, folyama. Jézus a szőlőtő, mi a szőlővesszők. Belőle szívhatjuk magunkba az életadó igét. Minden nap fogadjuk magunkba az ő életet adó igéjét, szavait, tanítását. Ha minden nap hallgatjuk, olvassuk, magunkba fogadjuk az ő igéjét, akkor ez egy folyamatos áramlássá válik, az élet áramlásává, amely egy gyümölcsöt hoz, amikor igyekszünk tettekre váltani, amit tőle tanulunk. Amelyik vesző pedig nem terem gyümölcsöt, amelyik száraz, azt a szőlőműves, az atya levágja. Ezek a száraz terméketlen ágak a bűneink, amelyek elvonják az életerőnket, élettelenné, szárazzá tesznek minket. Ezért szükséges, hogy az atya azoktól megtisztítson minket. És ez az örömhír, hogy a bűneinket, a száraz terméketlen ágainkat Isten az ő irgalmas szeretetével kész levágni, elvenni tőlünk, tűzben elégetni. Azért tisztít meg bennünket, hogy újra erőnk legyen a gyümölcsöt termő élethez. Ez tehát a mai evangélium, az örömhír. Jézusban, az ő igéjében találhatunk erőt az élethez, ha hallgatunk rá, magunkba fogadjuk őt, igyekszünk azt tettekre, életre váltani. Ha pedig valahol mégis elszáradtunk, a bűneink terméketlenné tettek minket, akkor ha hozzáfordulunk, a szőlőműves, ami mennyei atyánk, megtisztít bennünket a bűnbánat által, hogy az életünk ismét gyümölcsöt termővé válhasson. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők.